250 millió forintos beruházást adtak át Öcsényben. A 3 kilométeres, egysávos, aszfalt kopó réteggel és zúzott kőpatkával rendelkező külterületi út a Betlen Gábor utca folytatásaként épült. A fejlesztés érint telephelyeket és több, mint 2000 hektárnyi szántóterületet mondta Fülöp János, polgármestere. Azt gondolom, hogy most a mezőgazdaság egy picit ez az, az idei év nem volt egy nagyon sikeres év a terményárak alakulása miatt, de azt gondolom, hogyha az önkormányzat hozzá tud járulni a gazdálkodóknak ennyi pénzzel, hogy kicsit az infrastruktúrát tudjuk fejleszteni, tehát azt gondolom, hogy ez nagy segítség a gazdálkodóknak is, meg az önkormányzatnak is. Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Államnak a támogatását, hogy ennyi pénze hozzájárult ehhez a beruházáshoz bízunk benne, hogy tudjuk folytatni továbbra is ezt a lehetőséget. A polgármester hozzátette, a Keselyűsi útnál is folyik egy hasonló beruházás, ami majd Bogyiszlóval köti össze a települést. A mostani külterületi út kettő hónap alatt készült el. A közbeszerzési eljárást is le tudtuk folytatni egy másik hónap alatt, és a kivitelező a solcut is egy-két hónap alatt elkészült az úttal szerencsére. Picit belecsúsztunk már az őszbe, de azért azt gondolom, hogy jó minőségi útat tudtunk csinálni. Egy 15-20 évig biztos, hogy a gazdákat érdekét fogja szolgálni, és, és tényleg jó minőségi útat tudtunk csinálni. Én köszönök mindenkinek a segítséget, meg a támogatást. Horváth István országgyűlési képviselő szerint a mezőgazdasági munkák elvégzése miatt fontos volt az út korszerűsítése. Egy példaértékű beruházás valósult meg itt öcsényben, ebből a közel 3 km külterültnak a megépítésével, amely lehetővé teszi több mint 2000 hektár szántó területnek a megközelítését. Itt a sárközben, magas talajvíznél nagyon nehéz művelni sős időszakokban a területeket Azoknak, a területeknek a megközelítése is nagyon komoly nehézséget okoz a, a gazdáknak, és sok esetben a rossz utaknak köszönhetően nem tudták időben elvégezni a mezőgazdasági munkákat, de ezáltal, hogy ez az út most megépült, ma lehet azt mondani, hogy a, az őcsényi gazdák egy nagyon fontos támogatást kaptak a vidékfejlesztési programból, az önkormányzaton keresztül. A felújítás a Vidékfejlesztési Program pályázatán keresztül valósult meg. A település célja a jövőben további három belterületi út helyreállítása is.